Tehát nem csak mi magyarok, hanem más közép-európai népek is szenvedtek a töröktől. És a magyar néphagyományban is, a magyar baladaköltészetben is eleven a téma, mely szerint a töröknek eladott lány, az idegenbe eladott, idegenbe kényszerített lány, vagy menyasszony bizony tragikus véget ér, az élete. Az egyik változat így szól. Özvegyasszony haldokolva fiának ezt hagyatkozta. Iván fiam, kicsi húgod nevelt szépen, a széltől óvjad, hisz te vagy a testvérbátyja, illendően férhez adjad, egy pár villás szarvú ökör legyen áncia hozománya. Elment Iván a vásárba, de az ökör igen drága. Törökökkel megalkudott kedves egyetlen húgára. Visszatér az ősi házba, reáborul az asztalra. Édes bátyám, mi lett véled? Magadat miért temészted? Gyötörabú szívem szakad, a töröknek eladtalak. Égszakadás, haramzúgás, marha pásztorok tülkölnek. Ég nem indul, haram sem szól, a pásztorok is elkókadtak, juhászok sem kúrjongatnak. Szakácsasszony, keresztanyám, rejtsetek az istálóba. Vegyétek a legszebb gúnyám, adjátok a szolgálóba. A szolgálót előhozták, a töröknek bemutatták. Mind az ánca cifrasága, de nem az ő karcsúsága. Ha szép szóra nem jön velünk, akkor majd kötélen visszük. Mit tehetett? Előállott. Iván szeme könyvben ázott. A ház népe is tódítja. Hosszú jajjal elsiratja. Bíz, a kérők nem búsulnak, muzsikával elindulnak. Te se bánkódj, szép menyasszony, szemed könnyet ne hullasson, jó dolgod lesz majd mi nálunk, mint úrnőnket úgy szolgálunk. Rózsáink mind neked nyílnak, folyóink mind mézzel folynak. Adjatok kést, hadd ehessem, útra való megszeghessem. Akkor a kést megmarkolta, és az ő szívét átalszúrta. Vadak tépjék gyönge vállam, csak a török ne ölelje. Rókák marják hangos orcán, török csókja ne illesse.